Angol óra Máté Szalkán, most a kis- és középvállalkozások vezetői is iskolapadba ülhettek. Ők ugyanis az elsődleges célközönsége a Nemzetgazdasági Minisztérium ingyenes nyelvtanfolyamainak, de bárki más egyénileg is jelentkezhetett a képzésekre. Az egyéves tanfolyamon 300 órában idegen nyelvet, 150 órában informatikát és vállalatvezetési ismereteket is oktatnak. Annak megfelelően, hogy milyen típusú szakképesítések vannak, tudnék, hogy kétkezi szakmát bíró, úgymond régi szakmunkás képzéses bizonyítványra rendelkezők, vagy pedig technikusi bizonyítványra rendelkezők. Ennek megfelelően van két szintje a képzésnek, és ugye úgy lehetne leírni, hogy az elsőt azt nulla szintről alapfokú nyelvvizsga szintre célozza felhozni a program, a második kategóriát pedig alapfokúról középfokú nyelvvizsga szintjére. A képzéseket az ország szakképzési centrumai indították, idén 10 000 helyre jelentkezhettek az érdeklődők. Minden héten, minden csoportnak 3 nap, napi 5 órában kell részt venni az oktatásban. Ebből 2 az idegen nyelvi, 1 nap pedig informatika. A vezető ismeretek tananyagrészt azt blokkosítva szeretnénk majd terveink szerint tavasszal valamikor beiktatni az oktatásba, és ahogy erről már korábban volt szó, ugye valóban egy OK-s vizsgával zárulna a képzés. Minél kisebb egy vállalkozás, annál jellemzőbb a nyelvtudás hiánya, amely sok esetben a KKV-k növekedésének gátja. Ezért fontosak az ilyen jellegű képzések. Ma már idegen nyelv nélkül nagyon nehéz nem csak az üzleti, de a magánéletben is boldogulni. Ezzel pedig segíteni szeretnénk azokat a rétegeket, vagy érdeklődőkört, akinek ne adj Isten egy diploma abszolválásához már csak egy nyelvvizsga hiányzik, ez egy nagyszerű alkalom arra, hogy állami támogatással 310 órában egy intenzív nyelvi képzésen vegyen részt, illetve azoknak a munkavállalóknak, akik tulajdonosi köre nem Magyarország területére tehető, hanem Európa, mondjuk úgy, hogy gazdagabbik felére. Így az mindenféleképpen előnyt lehet az alkalmazásban, hogyha valaki legalább alapszinten vagy középszinten egy nyelvet tud. Akik külön órákon vagy nyelviskolákban tanulnak, a novemberi vizsgaidőszaktól változásra számíthatnak. Az oktatási hivatal rendelete alapján novembertől változik az origó nyelvvizsga. Minden készséget több feladattal mérnek. A célja, ha valakinek egy típusú feladat kevésbé sikerült, azt egy másik jól megoldottal kompenzálhatja. Ezzel együtt változik a pontszámítás is. Régen, hogyha valamelyik vizsgarész nem sikerült, akkor ugyan, ha komplex vizsgára jelentkezett is az illető, de mondjuk csak az írásbeli sikerült, akkor írásbeli bizonyítványt kapott, hogyha a szóbeli, akkor természetesen szóbeli bizonyítványt kapott. Most, hogyha komplex vizsgára jelentkezik, de csak akkor, hogyha komplex vizsgára, akkor, hogyha az egyik vizsgarész, mondjuk a szóbeli nem éri el a szükséges 60%-ot, de az írásbeli mondjuk 80%-ot ért el, akkor az ugye 60 meg... illetve 80 meg 60 az a 140, és akkor annak azt felezzük, és ha 60%-ot kiadja a két vizsga eredménye, akkor az már egy komplex vizsga bizonyítványt jelent. Viszont megmaradt az a megszorítás, hogy minden készségből minimum 40%-ot el kell érni. Ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók nagyobb arányban rendelkezzenek nyelvvizsgával, még mielőtt elkezdenék felsőfokú tanulmányaikat. Hogyha megnézzük az adatokat, akkor azt látjuk, hogy 74.600, tehát közel 75.000 főt vettünk fel a magyar felsőoktatásba a 16 évi nyári általános felvételi eljáráson. Körülbelül az ő 10%-uk nem iratkozik be, tehát kb. 90% az, aki be is iratkozik, és azt látjuk a dokumentumokból, hogy legalább 50%-uknak van már nyelvvizsgája, amikor bejelentkeznek, ezt vagy a felvételiből látjuk, vagy benyújtják a felsőoktatási intézménynél. Ennyi, akiről legalább tudjuk, hogy van, tehát valószínűleg ennél több jelentkezőnek, illetve felvetnek van, de nem kötelező neki benyújtani beiratkozáskor. Az oktatási hivatal adatai szerint a végzős hallgatók 19%-a nem veheti át diplomáját a nyelvvizsga hiánya miatt.